Tiha. Bevezetés a Kabala bölcseletébe. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Mi a Kabala Tanul című könyvből olvasunk. A bevezetés a Kabala bölcseletében, mondják a Héber oldalszámot, a 60-as ponttól fogjuk olvasni ezt a cikket. A Kabala TV-n keresztül kérdéseket föltenni, és a megfelelő kérdéseket kisugározok a lecke során. Tehát még egyszer Kabala Tanul című könyv, bevezetés a Kabala bölcseletébe, mondják az oldalszámot. 60-as pont. Ezt nevezzük a Nehide Ág megszorításának, azért, mert a Sag de Ág, amely a Parts of Galgalta de Ág-val van egy vonalban, az evilág pontjáig, ott ér véget a Tabur felett, amely a belső Ág, gyakorlatilag ez összekapcsolatban van, a Malkuthoz felemelkedik a Bína helyén. És ezáltal a Tiferet egyharmadáig, amely a Bínának a fele, amely a belső Ágnak a gufja. Ez azt jelenti, hogy a Tabur de Galgaltáig, az a Tamim de Sag érkezik onnan meg. Miért? Nagyon gyorsan. Miért? Miért nincs ebben több fény, mint ez? Miért van az, hogy a Tamim de Sag az nem tud kiterjedni a Tabur alá? Hát azért, mert a Tzincum Aleph ott van. Ugye a megszerzés érdekében nem működik továbbra sem, mondja Rav. És akkor ez a Nehideg Ágát, akkor mi a probléma itt? A Sag párcufja, az Hafeszeszedben van, az a kegyelmi örömállapotában van, rettenetes a fordítás, kegyelemben van, nem kell törődnie semmivel. Hogyha a Nehide Galgalta edényei, a Malkuth de Einsopban vannak, amelyek még mindig üresek, miért nem tudja őket kitölteni a Hasadim fénye? Miért nem érzékelik ezt? Ezt mérte, annyira rossz a fordítás meg, hogy bűn rossz. Tehát ez a Beina Dalet állapota, ugye? Tehát a kegyelmi örömállapot az a Beina Dalet állapotában, tehát Galgalta Szagmában, tehát a resimókat tekintjük, tehát mi történik a resimókkal, merre haladnak. Mindegyik a Beina Deletben működik. Miért van az, hogy utolsó parcú fel az Adam Kadmónak, ami a Bón? Ez is a Beina Deleton dolgozik. Csak más resimója van, és csak a sores szintjén tud érzékelni ezt. A Sag az pedig a Gimel Bet szinten tud. Akkor miért nem tudják ők kitölteni a Nehide Galgaltát? Chicagóban a fordítás nem érteni bele semmit. Ez egyszerű, mondja a srác. Azért, mert tilos, mert ő örömet kapna. De nem kapna semmit, mert ez kegyelmi fény. Miért ne kapna? Milyen örömet kap belőle? Azért, mert ő a teremtőhez akar hasonlítani, és az öröm. Értem ezt, de ez nem igaz, mondja. Mert te az adakozás miatt kapsz valamit, tehát a kegyelmi öröm állapotában vagy, akkor a Beina Deletben, akkor miért ne lehetne a kegyelmi fény állapotában? Tehát ez valóban, ez a megszedés érdekében lehet, csak a benne van a hokma. Tehát nem igaz, amit mondasz, mondja. Tehát a kegyelmi öröm, az a Beina Deletet tölti ki. Ezért a Tabur alá is behatolhat. A Nehide de Sag, az is a Tabur alatt van. Miért tud a Tabur alá menni? Azért, mert érzi a Nehide Galgalt, tehát hiszen abban van belefoglaltatva. Oké, mert a mértékben, amilyen mértékben a valódi Ahab ez az adakozásból örömet kap, ez rendben van. És ez a Hafeszeszed folytatódik tovább. Tehát amikor önmagának kezd el megszerezni, amikor megfogad az igazi hapról, ez a probléma.
Egy szót sem értesz, mert abból mondasz. A szág, a neodede szág, az le tud ereszkedni a tabur alá. Miért? A tamim de szág nem tud alá ereszkedni a tabur alá. Tehát nem a szágnak a problémája ez, hanem a tamim és a nekodot közötti különbségből adódik ez. A két fény különbségéből. Mert alapvetően be tudna menni a behinadáletbe? Be tudna. Akkor miért nem megy be? Akkor nézzük valakit, aki nem tudja. Azért, mert miért nem tud a támim leereszkedni oda? Mert a támim, mert az a hokmának a fényét is tartalmazza, és a nekodat de szág, ne folytasd, de figyeljetek, amit mondott. A tamim de szág nem tud a tabura alá menni, mivel benne van a hokma illuminációja. Ebbe igazad van. Tehát. Folytasd csak. És miért tud a nekodat de szág belemenni? Mert a nekodat de szág az nem a Malkut, megszólított Malkuttal van kapcsolatban, hanem ez a megédesített Malkuttal van kapcsolatban, azaz adakozni tud a haszadimmal, és nincs benne a hokmának a sugárzása. Itt van egy kapcsolat köztük, ez egy kísérlet. Miért forogtok el körülött a pont körül? A nekodat de szág az haszadimmal van, de ott csak haszadimmal, nincs hokmas besugárzás. Ezért a bejön a deletbe, be tud alulra menni, a bejön a delet aljába, és a haszadim aki tudja tölteni. És ez használni tudja ezeket az edényeket. Tehát amíg a támimba benne van a hokma sugárzása, a nekudodban nincs. Tehát, hogy forogtok-e körül a téma körül, az nem rossz, mert a bölcs emberek, azok az ezen módon azonban nagy hibát is követhetnek el. Na, akkor mi van még itt? Még egyszer olvassuk el. Tehát 60-as pont. Ezt megszorítás betnek nevezük, a negéde ág megszorításnak, azért, mert a szagde ág, amely ugyanaz, mint a párcuf gágáltede ág, azaz ebben a világban lévő szint, és ez a tabur felett a belső ág jelenik meg, amely össze van kapcsolódva a felemelt Malkuthoz, amely a bináig felemelkedik, és a tiferet feléig tud felemelkedni, amely a bínának a fele a gufban, a belső ágon belül. Ez a Malkutnak a vége felemelkedik eddig a szintig, és ott a felső fény feltartóztatja, és megakadályozza, hogy lejjebb menjen. Ebből a célból egy üres terület jelenik itt meg, amelyből teljesen ki van szorítva a fény, és ilyen módon a Tanhi, a szágnak a fénye megüresedett, fénytől mentes helyé válik. Ezért a második megszorítást úgy is nevezzük, hogy cum-cum nehi de ak, az miután egy új szium jelenik meg a tabur helyén, ez a nehi de szag de ak üressé válik, minden korábban lévő fénytől kiürül. Ennek következtében a fejbeli ahap, amely rozsdes szágban van, az guffá válik, és ezért a malhút felemelkedik a nikvei naimhoz, és a 10 firája a rosnak a szűrőben felemelkedik a nikvei naimhoz, és a nikvei naimtól lefele már csak a párcuf testéhez számít, mivel hogy a szemgolyó, vagyis a nikvei naim alatti rész, az a testnek megillető megvilágítást tud csak befogadni. Ilyen módon az új 10 firára bontató fokozati szint, amely a Nikve Inaim de Szag de Ákon belül történik, az 10 firát képez, amit úgy nevezünk, hogy a Nikudim világa, majd a 10 fira, amely az Ág de Szag-tól a Nikve Inaim alá rejeszkedik a saját helyére, az Adam Kadmon taburja alá, ahol fej és testé teljesedik ki, és ilyen módon egy új szium jelenik meg, amely a Binadek Gufot kialakítja, ezt pedig Párszának fogjuk nevezni, amelyek egy patkó a fordítása. És tudnunk kell, hogy van belsőség és külsőség, és
csak a 10 külső szférát nevezik úgy, hogy a Nekodin világa, mivel a belsőség szféráját, amely a Ma és a Bon parcifjai tartalmazza önmagában. Na, ez világos, mondja Rav? Most a rajzol Rav. Tehát az Adam Kadmon Zivug de Hakán van, aztán ugye a Tamim de Gaga által lemegy a Tabur de Gágáta alá, megjön az a új parcufot épít, és ilyen módon itt vannak az új parcufok. Tehát és aztán jön majd a szág, ami le tud menni alulra, az a Támim, ugye ezt beszéltük. Tehát mi beszéltünk, hogy arról, hogy ez a Támim, az képtelen lemenni a Tabur alá, tehát a vonal alá, mert a hokma fénye benne van, és abban a pillanatban, tehát ez a negyedik szintén megtisztul, és a parcufnak a maradék része az majd alulra tud menni, ugye ez már a... Tehát a parcufnak az összes része azt le tud menni a Tabur de Gálgáltá alá, ugye? Tehát a vonal alá, mivel van rajzolva. És akkor ő kiterjed itt alul a Nehide Gálgáltába, összekapcsolódik a Nehide Gálgáltán vaskos vágyaival, Hasadimot ad a Nehide Gálgáltának, és ilyen módon a Nehide Gálgálta, ugye ami a Behinat Dalet állapotban van, ezek megszorítás alá fognak kerülni, azért, mert itt van a Keter Hokma Bína, ott a Ravírja, Heszed Gúra Tiferet, ott ugye 10 fira, itt pedig a Nece Hod Yesod Malhut van, amikor ezek az edényeket úgy is nevezzük, hogy Gálgált Vnáim, vagy azok a Panim edényei, az adakozás edényei, és ott ezek az edényeket, ott alul pedig az Ahab edények nevezzük, vagy az Ahoraim edényeinek, ugye, amit reggel ezzel kezdtük a leckét, ezek pedig majd később ezeket adakozás edényeknek nevezzük, ezeket pedig megszerzési edényeknek. Ezek az edények az Acilutban vannak. És ezek az edényeket pedig ugye ez a itt a Bria, Yetzira, Ászia, ugye most arra felosztott, kicsit nyomorultul látszik, de lehet látni. Tehát ezekből fog kialakulni, tehát a Nekudeddeszágból alakul majd ki a Acilut világa. Tehát ezek az edények fölül, ezek hatalmas fények áradnak ki bennük, amely gyakorlatilag az összes parcufokon keresztül jön le. Ideáig, mondja Rav, addig a pontig. Itt pedig alul a fény nem tud kiterjedni a zöld eljegyzett részben. Ugye ez a Nekodeddeszágnak az ahapja. Ezt a részt hívjuk úgy, hogy a Cincum Bet második megszorítás, ami ugye kialakít egy új szintet, és a piros vonalnak a végét nevezzük Párszának. Tehát a Tabur alá tud menni egy bizonyos szintig a fény, ha megnézitek. Tehát mi történik itt mégis? Ezt a részt itt felül, ez a Binának a helye, az a Binának a minőségét hordozza, amely tehát ez a Bina, ez pedig a Malhut. Ugye ez ketté osztja gyakorlatilag ezt a parcufot. Azaz, mi elérünk egy állapotot ezzel, hogy ez létrejön, a második megszorítás. Elérünk egy állapothoz, hogy egyetlen struktúrában, egyetlen parcufban nekünk kapcsolatban van a Bina és a Malhut. Azaz a teremtőnek az adakozása és a teremtett lénynek a minősége, amelyek teljesen különbözőek egyik a másiktól. Egyetlen parcóba kapcsolnak össze, még akkor is, ha köztük van a Pársza. És nekünk át kell törni ezen a Pársán, hogy korrigálni tudjunk alulról fölfele. És aki áttör a Pársán, ez annak a jele,
hogy ez az edény kóserré válik, tehát képessé válik az adakozásra. Igen, kérdezem valaki. Annak befelé, amit értek abban, amit ő mondott, röviden mondja. Én mindig csak a hokmám fényével tudom, vagyok képes dolgozni. Kétfajta impresszióm van, a nekodőző szágból lezárad alá. Tehát a tabur alatt, hogy a haszadim van, ha jól értem, akkor hogyan lehetséges az, hogy ez nem haszadimként hat tovább? Tehát nem értem pontosan ez a nekodőző szágnak a kiterjedését. Ez is haszadim, ez az, amit próbáltuk mondani a tabur alatt, csak a vak állapotában. Tehát hogyan tud a haszadim, ez egy összekapcsolt haszadim, ez egy jó kérdés különben. Most nincs idő arra, hogy válaszoljak, de a lényeg az, hogy az a haszadim, ami itt van, az meg van tisztulva. Nem itt mondja rá, a ne ideg általában. Ez a haszadim, az megtisztul, és a gálgálta is megtisztult lesz, igen. Tehát nincs szűrő a tabur alatt, ami ezért nincs szűrő a tabur alatt, mivel hogyan lehetne a tabur alatt haszadim, azzal a tényből, hogy csak azért, hogy megszerezzünk az adakozás érdekében. A szűrő, amely a megszerez adakozás érdekében a tabur alatt, az megállítja a fényt a tabur alá ereszkedésben, és ezért a tabur alatt csak haszadim lesz, a tabur felett pedig hokma. Aztán pedig a szűrő megtisztul a bitus által, és ezért a haszadim alul kiürül, és ott egy üres terület alakul ki, egy üres tér, és a nekodedde szág, amikor kitölti, majd utána felemelkedés kitölti újra a nehidegágál, tehát kegyelmi fénnyel. És akkor itt van egy másik teória is. Tehát ezen mondom, is beszéltünk erről, hogy ez nagyon sokszor szándékos, hogyha még ha benne is marad a haszadim, ez a haszadim a nekideg ágáltában, a megszerzési edényekben, kegyelmi állapotban kell benne lennie, heszedben, mert különben nem képes többé megragadni, kapni az adakozás érdekében, és a szág, az pedig valóban benne akar maradni, hogy adakozni tudjon. Tehát, és ez a parcufnak a lényege, ez a természete ennek a parcufnak. Ezért tudott hozzáadni ezt a haszadimot az Adam Kadmon de Gálgálta alsó részében lévő haszadimhoz. Még akkor is azt mondjuk, hogy ott kitisztult a haszadim, mikor kitisztul a Gálgálta a haszadimtól, vagy a támimtól tisztul meg. Ez igaz, de a szűrő elkezd emelkedni a tabortól a pehig fokozatosan. Ez olyan módon emelkedik föl a szűrő, ugye, mintha a szíjumtól emelkedne föl a tabúrig, az új szíjumtól, és ezért nyomja ki a fényt maga fölött, ami kegyelmi fény, azonban különböző fajta haszadimok vannak itt, mert ha én nem akarok megszerezni semmit, csak összetapadni akarok a teremtővel, ez a haszadimot nem kell kinyomni. És ez is egy haszadim, és ez benne marad. Tehát sokfajta haszadim fény van. Haim? Nem értem pontosan a kapcsolatot a Gálgáltának a haszadimjában és a Szágnak a haszadimjában. Ezek a haszadimok különböző edényekben nyilvánok meg. Miért? Mi a kapcsolat köztük? Ez a kabbalisták által is feltett kérdés. Ez az a kérdés, amit Bála Szolam is föltett, és erre próbált meg válaszolni. Tehát, amikor a fény ragyog, abban az időben az edény azt nem érzi. Ezért mondjuk azt,
hogy ezek az edények nek össze kell kapcsolódni. Nem érted? Tehát, hogyan kapcsolsz te a barátaiddal össze? Különböző edényeid vannak, a vágyaitok meg különbözőek, más és más dolog jelenik meg, mert hogy kapcsolod össze? Mikor a fény kitölt benneteket, akkor mindenkit kitölt, és akkor ugye nem érzitek, hogy milyen edények vannak kitöltve, de a legfontosabb dolog, hogy mindenki teszi a dolgát, és kitöltve akar látni a teljes fénnyel. És azért tudtok összekapcsolódni, mert a fény kitölti az edényt, akkor is, ha nem érzitek. Ez a komponens, ez ott van mindegyik ötökben, a saját erejének megfelelően. Tehát a fény, amit éreztek, ez az, ami békét ad nektek, ez teljesít betegmeneteket, hogy ennek megfelelően képesek legyetek egyé válni. És ez csak a fény segítségével lehetséges. Ha a fény távozik, akkor újra elszeparáltatok lesztek. Oké, de itt az edényekről is különböző vastagságokra van szó, és a barátok mégis... Ne! Hát mindenki különböző. Hát mindenki különböző. Mire gondolsz? Tehát nem különböző meg őket az aviót? Nem, nem. Különböző aviót is van. Minden különbözik. Minden vaskosság különbözik. Két egyforma edény is köztetek. De a fény az, amelyik egyformán kitölt mindenkit, és ő egyesít benneteket, egységesített benneteket. Mert minden hiány kitölt, minden különbséget edények között, minden aviutot, függetlenül mindentől. A szeretet eltöröl minden különbséget. Hogyan lehet az, hogy egy csecsemő benne tud élni az anya méhében, ha nem lenne a szeretet? Hogyan tudnak kapni az ember az anya testéből, ha nem a szeretet tenni ezt lehetővé? Csak és kizárólag a felső fény szeretete által jön létre az, hogy a parcufok között nincs különbség. Az anya azért bírja elviselni a csecsemőt magába, mert a fény megszünteti köztük a különbséget. József Jeruzsálemből kérdezi, milyen erő emeli föl a malkutot a bínához, a Tiferethez. A megszorítás ereje, amely ugyanabban a cincum bet, az ugyanazt a választ jelenti. Tehát más edényekben, de mindig újra és újra ugyanazt a választ jelenti, a binának a válaszát. Mit jelent az, hogy mi az az impresszió, milyen fajta cselekedet az, ami a bejön a daletből árad felénk? Az aviut dalet, ugye az a dalet állapotnak a vaskossága, magyarabb, az a nehi edényeiből árad, mégpedig a nehi de szágon keresztül, amelyik kitölt a nehi degálgálta edényeit, ugye összekapcsolódnak, és azáltal, hogy ezek érzik egymásban ugyanazt a fényt, ezáltal az aviut de gálgáltát is érzi mind a kettő. De mit jelent az, hogy ezen az aviuton benyomásokat kap a szág? Az, hogy benyomásokat kap, az azt jelenti, hogy a Dalet aviútja megjelenik a szágban, és befolyásolja, és ennek eredményeképpen megindul a megszorítás, hogy ugyanaz a limitáció táruljon fel, ami a gálgátán belül is van. A cincumbet ezekben a saját választásokon túlmenően történik meg, pontosan a törés miatt. Tehát a haszadim fénye így jelik meg. A fény az fény, magyarabb. Nincs hokma, vagy haszadim, nagyon sok dolog van itt. A legjobb az, hogyha itt abba adjuk, amit meg kell tanulnunk ebből. A mi pontunk az az jobb, hogyha értjük, hogy a mi korrekciónk hol fog felemelkedni. Mi a Nikodim világának a lényege? A Nikodim világának a lényege az a törés, és a törés által kapcsolat jön létre a malkut és a bína között, a megszerzés edényei és az adakozás edények között, és a teremtés és a teremtés a teremtés minőségei összekeverednek egy olyan fajta módon,
hogy a teremtménynek meglegyen a képessége, hogy a minőség között vizsgálatokat tudja végezni, és magát tudja vonni a reformáló fényt. És mindez a keveredés, és a törött edényének a keveredése által a teremtmény, amilyen mértékben képes ezen keresztül, a vizsgálatokon keresztül a megszerzési edényekre vonni a fényt, tehát kiválogatni a megszerzési edényeket, megragadni őket, korrekcióra vinni őket, és ezt a teremtő elé vinni, aztán megint egy részt megragadni, és így tovább. Ez az idő, korrekció ideje. De hogyan történik meg ez ebben az a Nikodém világának az illusztrációban? Ez alulról felfele történik meg. Tehát a fokozatos leereszkedés, ami a fény leereszkedését jelenti, pontosan ilyen módon a szégyen megjelenésével indul meg az a belső harc, hogy a vágy, az élvezetre irányú vágy, az megjelenjen, és a teremtő milyen fajta örömöt ad azáltal, hogy feltárja magát, és akkor az képes az vágy vizsgálatokat végezni, és minden alkalommal megvizsgálni az állapotot, ami a fény és az edény közötti kapcsolatból eredő vizsgálat egyáltalán. És eddig a pont, és ez egész addig a pontig megy, amíg teljesen fel nem tárul a teljes távolság a fény és az edény között, azaz a teremtőtől való távolság úgy tárul föl, hogy akkor már nem kell, hogy számítás maradjon, szégyenkezés maradjon, mert kiderül az is, hogy nincs teremtő egyáltalán, hanem én vagyok az, aki a teremtőt helyreállítom magamban. Ennyi mondja, ez az, amit a mi világunkban az egónk nekünk biztosítani tud. És akkor elkezdődhet a korrekció. Tehát itt van egy külsőség és belsőség, és a külső 10 szférát a Nikodém világ nevezünk, és a belső 10 szférát az a Mandebok, Mabonnek nevezünk itt magában. Mi ez a folyamat, ami a külső és a belső edényekben történik? Mert a neudott de szág, az a negyedik ágát, tehát olyan módon érzékeli, hogy ennek eredményeképpen egy keveredés jön létre a resimok között, a Gimelbet és a Dalet között, ami a Gágátában létezik, és emiatt ezek a resimok, azok lezuhannak, ugye ez a resimok zuhanása, a rosok szágból, és a rosde szág, ez elkezd kapcsolatra lépni azokkal a resimokkal, ami a Bet Alef és a Dalet Gimel, és ilyen módon kezd el megtört, ez okozza a megszorítást, a második megszorítást, és ez a zivuk, az a rozsde szágban alakul ki, ez a Nikved rozsde szágban egy új parcufot szül, amely a Nikodém világának nevezzük, és ez a parcuf, ez rá fog öltözni a Nekodet de szágra, ami a Nehidegel Gáltára fog ráöltözni majd. A beöltözés azt jelenti, hogy érzik egymást. És minden egyes ezt követő parcuf az az előző parcufra öltözik rá, tehát az előző parcufot ilyen módon fogja érezni. Hogy milyen módon érzi? Úgy, hogy az előző parcufnak a hiányát átemeli, és fölemeli a parcufokon keresztül egyre magasabbra, egész az Ein Sofig, ahonnan a fény leereszkedik, és ilyen módon egészen a végéig ereszkedik le a fény. Tehát a parcuf beöltözése az előző parcufra azt valóban azért történik meg, mert az igényli ezt, és ezen a módon érzik a parcufok egymást. Tehát röviden mi azt mondhatjuk, hogy a felső érzi az alsót, hogyan érezheti, a tőle kapott hiányon keresztül. De most tovább kell mennünk a következő részre. Menjünk át a következő részre, de előtte énekeljünk egy dalt együtt.